Az Anna napi búcsúra ebben az évben is szép számmal érkeztek vendégek, nagy az érdeklődés az ilyen programok iránt. Ezért a programot az idei évben 3 naposra tervezték. A búcsú Kiskassa védőszentjéhez, Szent Annához kapcsolódik, ezért mindig július végén rendezik meg, mondta a főszervező Matkovics Krecz Eleonóra. A maga a búcsú hagyománya, az már nagyon régi időkre nyúlik vissza, hogy az 1740-es években költöztek ide a németek Kiskassára, és katolikus németként ugye ők a búcsú hagyományát is hozták. Akkor megépült a templom, Szent Annáról lett elnevezve, ezért a búcsú napja mindig Szent Annához kötődő napon kell, hogy tartsuk. És ez ugye most péntek, szombat, vasárnap, most 3 napos búcsú. Színes, hagyományőrző programokkal várták az érdeklődőket ebben az évben is. A szervezők fő célja a hagyományápolás mellett, hogy minden nemzetiség megmutassa magát, így a német mellett a horvát nemzetiség is bemutatkozhatott a rendezvényen. Arra is kiemelt figyelmet fordítanak, hogy minden korosztály találjon a kedvére való elfoglaltságot. Ahogy én már hallottam, nagyon szépen telt a hétvége, hiszen péntek este már egy nagyon jó hangulatú bál volt. Most pontosan nem tudom, hogy melyik zenekarral, de általában az Unterrock zenekar, a Sextet vagy a Platin zenekar kap helyet péntek este, ahova eljönnek a környékbeli fiatalok és a felnőttek is, hiszen szerintem nem olyan sűrűn van itt bál ebben a kis faluban, és azért ez az Anna napi búcsúhoz tartozik, azért ez a hétvége ez olyan nagyon fullos itt ebben a faluban. Nóra szervezésében hálát adhatunk neki, hiszen nagyon aktív és nagyon ügyes még mindig, és ő törekszik arra, hogy minden évben új és új csoportok kapjanak meghívást a vasárnap délutáni műsorra. Szombaton, ha jól tudom, a szerep a gyerekeké, ahol különböző kézműves foglalkozásokon vehetnek részt, és jó hangulatban telik. Vasárnapi szentmise nagyon fontos, ahol már egy idegen csoport énekli a szentmisét. Ha jól tudom, akkor az idejében a szekszárdi kórus kapott szerepet. Ők már akkor ilyenkor maradnak is, hiszen a mai délutánon Tolna megyéből van itt a főszerep. Öcsényről érkeztek fellépők, Bonyhádról, Szekszárdról, és mivel minden nemzetiség képviselve van, Bátaszékről is, a kis német táncsoport, ezért a beremendi horvát táncsoport is helyet kap, illetve az Öcsényi Magyar Egyesület is. Mivel a programok népszerűek, ezért a szervezők a következő években is szívesen megrendezik ezt a programsorozatot. A Kiskassai Német Egyesület és a Kiskassai Német Önkormányzat fontosnak tartja a hagyományok továbbadását. Ebben az Anna napi búcsúnak nagy szerepe van, hiszen ez a falu közösségét is magasabb szintre emeli.